Sikeres volt a maci gyűjtő akció, amihez az Albert Schweitzer kórház is csatlakozott. Tartalmas gondolatok és várakozás az adventi hétvégén hevesen. 23 borász, 100 bora az idei borszalonon. Köszöntöm Önöket a HOTV híradójában, én Kis Balázs Levente vagyok, a 60 és a Gyöngyösi térség friss és fontos híreivel az advent utolsó hetének első napján. Az ölelés igénye kapcsán országos maci gyűjtő akciót indítottak, hogy segítsék a gyerekeket, hogyha rosszul lesznek, legyen velük egy ölelgetni való kisbarát. Az országos akcióhoz a 60-i Albert Schweitzer kórház is csatlakozott. Az elmúlt héten az akció részeként körülbelül 1500 plusz állatka gyűlt össze. Mici Mackó és a többségében fehér és barna medvetársai sorakoznak és várnak csendben advent idején. A régi plusz állatukat sokan még felnőtt korukban is megtartják, hogy az egyszer majd jó lesz valakinek. Nehéz az elválás egy szívünkhöz közel álló kisbaráttól, de ezúttal egy nemes célt szolgál. Ajándékot adni és kapni is lélekemelő érzés, kiváltképpen igaz ez akkor is, amikor gyermekek betegszenek meg. Egy-egy kis kedvencre pedig nagy szükség lehet akkor, amikor nincs ott senki, akihez oda lehet bújni. Az országos mentőszolgálat is erre találta ki a maci gyűjtést, hogy enyhítsék vele a beteg gyermekek fájdalmát, riadalmát. Az ötlethez pedig sokan kapcsolódtak. Magánszemélyek is jelentkeztek nálunk, én az egri mentőállomáson szoktam nagyrészt tartózkodni, és számos család és gyerekek kerestek meg, hogy hozták a kis maciaikat. Úgyhogy egy nagy tévésdoboz létre is hoztunk, illetve felállítottunk, kiírtuk, hogy maci gyűjtőhely, és akkor ott lehetett ezeket elhelyezni. És nagyon nagy szívvel, nagyon nagy lelkesedéssel hozták ezeket a kis plüssállatokat hozzánk. Minden megyeszékhelyen gyűjtöttek és a Facebookon is meghirdették az eseményt. A 60-i mentőszolgálat vezetője elmondta, a 60-i kórház felajánlotta, hogy ők összegyűjtik az állatokat és átadják nekik. Az akció során az elmúlt héten 5 nap alatt körülbelül 1500 brumi gyűlt össze, amik első körben a helyi mentőállomásra kerülnek. A 60 térségéből származó medvék és bocsok egy része vélhetően a megyei szolgálathoz utazik majd, s végül tisztán egyesével bezacskózva kerülnek a mentősökhöz. A macikat azok a beteg gyermekek kapják meg, akik megsérültek vagy valamilyen ellátás során mentőautóba kerültek. Az ő feszültségüket, szorongásukat egy kicsit oldani fogja az, hogy találkoznak ezekkel az aranyos kis plusz játékokkal, és hát természetesen ezek a gyerekek meg is kapják ajándékba ezeket a plüssöket, tehát ezeket nem fogjuk elvenni tőlük, hanem ez az övék lesz, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan gesztus az irányukba, ami kapcsán lehet, hogy kevesebb traumával fogják megélni a mentőautóban történő ellátásukat. Miután a 60-i kórház kitette a medvegyűjtő akció hírét a Facebook oldalára, egyből elkezdték megosztani az eseményt, sokan köztük óvodás gyermekek is csatlakoztak hozzá. Általános iskolák, például Herédről, vagy innen 60-ból a Kossuth általános iskola, vagy a százszor szép óvoda, a Boldogi Csicsergő óvoda, számtalan, tehát gyerekek is csatlakoztak ehhez az akcióhoz, de el kell mondani, hogy felnőttek is voltak, akik a gyermekkori maciukat, a gyermekkori plüssállatukat, tehát 20-30-40 éves kis hozzájuk kötődő állatot, plüssmacit hoztak be. Ovisok, iskolások és idősebbek saját kis kedvencüket ajánlották fel beteg gyermekek javára. Ez a maci pedig már arra vár, hogy 20 év után újra egy kis barátra leljen. Advent harmadik vasárnapján Mészáros Ildikó református lelkipásztor osztotta meg ünnepi gondolatait a hevesiekkel. Várni jó, s várakoznia lehet az embernek vigaszra, gyógyulásra, megbocsátásra, s mindannyian várjuk azt a valakit, aki érettünk jön erre a földre, hangsúlyozta a szónok. Pályótába, és kunhóba, nádójómat vidáták, boldogságos unnápát.
Hevesen advent harmadik vasárnapján Makó Nándor alpolgármester gyújtotta meg a harmadik gyertyát a város jelképes koszorúján, a feldíszített főtér sarkában. Meglásd, ó Izrael, hogy eljövend Immanuel. Sokan gyűltek egybe, hogy közösen ünnepeljenek, ezúttal a városban tevékenykedő református intézmények diákjai adtak műsort. Karácsonyt várva, lázban a föld, isteni gyermeket köszönt. Újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Az ünnepi gondolatokat a Református Egyház képviseletében Mészáros Ildikó lelkipásztor szavai jelentették. Advent a várakozásról szól, és várni jó, fejtegette a szónok. Azért jó, mert még él az emberben a remény. Nem cél nélkül, hanem van mire, van kire várni. És az, aki jó tud várni, az reménységgel a szívébe, és örömmel várakozik. Várakoznia lehet az embernek vigaszra, gyógyulásra, megbocsátásra, és mindannyian várjuk azt a valakit, aki érettünk jön erre a földre, tette hozzá Mészáros Ildikó. Várjuk magát Jézust, és tőle nyerhetünk vigasztalást, gyógyulást, megbocsátást és békességet a szívünkben. Adja meg a mi Úrunk Istenünk, hogy valamennyiünk szívébe ott legyen ez a vágy, ez a remény, ez az örömteli várakozás, hogy az idei karácsonyunk nagyon-nagyon áldott és gazdag legyen szeretetben, békességben és örömben. És zárásképp a lélek melegítő gondolatok mellé a testet is át lehetett melegíteni a fagyos szélben egy kis borral vagy teával. Hetedik alkalommal rendezte meg az adventi borszalont a Mátrai Borokháza Gyöngyösön. 23 borász közel 100 féle borral képviseltette magát a rendezvényen. A borkóstolások során leggyakrabban a borok mellé ajánlott sajtok is megjelentek a borszalomban, így bárki megtalálhatta az ízlésének leginkább megfelelő párosítást. Hetedik alkalommal gyűltek össze a mátrai borászok, hogy bemutassák legjobb boraikat a gyöngyösi és környékbeli közönségnek. Ennyi borász még sohasem gyűlt össze a Mátraján, így advent idején, kezdte köszöntőjét Kovács Tibor, az esemény szervezője. Azt is kiemelte, hogy az est egy rendkívül jó találkozási pont, ahol megismerheti egymást személyesen is a borász és a borfogyasztó közönség. Abból az apropóból jött, hogy az itteni mátrai borászoknak legyen egy olyan találkozási hely a közönséggel, ahol az új boraikat, vagy inkább úgy mondanám, hogy amit az év végén az ünnepekre szeretnének forgalomba hozni, azokat itt most meg tudják úgy mutatni, hogy a vendégek megkóstolják, különbséget tegyenek, megismerjék a borokat. És nem csak a közönség, de a borászok is megkóstolhatták egymás évjáratait. Juhász Szerené például az első a mátrai borvidéken, aki ökológiai műveléssel termeszti a szőlőt, belőle pedig úgynevezett biobort készít. Szerinte a tőkén dől el, hogy milyen bor születik. A bioról nagy vonalakban csak annyit, hogy mindenféle felszívódó szerek és vegyszerek nélkül a szőlőben így dolgozunk, és a borokat is lehetőleg minél kevesebb borászati segédanyag nélkül, tehát csak kén hozzáadásával hozzuk igazából formába. Szerintem a szőlőben dől el a boroknak a sorsa, igazából a borászon már csak olyan 10-20% múlik, szerintem a tőkén dől el az, hogy milyen bor születik. Az összejövetelen fiatal generációs borászok is bemutatták boraikat. Kis Attila 2011-ben készített először saját bort, 2015-től pedig már forgalomban is kaphatóak az egyedi címkékkel ellátott borai. A borokra alapvetően a frissesség, az üdesség, a reduktivitás, illetve nagyon fontos, hogy a fajta jellegesség jellemző. Tehát én mindenféleképpen olyan borokat szeretnék előállítani, és olyan borokat szeretnék a fogyasztó elé tenni, ami a szőlő sajátosságát emeli ki a borban. Mivel a bor és a sajt ízét már régóta együtt élvezik a gasztronómia szerelmesei, ezért a borokat Sánta Judit különböző ízesítésű kecske sajtjaival is megkóstolhatta a közönség.
A fejlesztési tárca arra törekszik, hogy a magyar családok rezsiterheit a jövőben is megfizethető szinten tartsa. Folyamatosan vizsgálják az eddigi vívmányok kiterjesztésének lehetőségét, közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI érdeklődésére. A tárca hangsúlyozta az európai országok közül a lakossági fogyasztók villamos energia átlagárai, Magyarországon az ötödik legalacsonyabbak, míg a földgáz átlagárak a második legalacsonyabbak. A rezsi csökkentésnek köszönhetően a magyar családok 2013. január 1 és 2016. november 30 között 888 milliárd forintot takaríthattak meg. A rezsicsökkentés becsült hatása egy két gyerekes társasházi lakásban élő család megtakarítására éves szinten mintegy 110 ezer forint, közölte az NFM. A hazai építőiparban komoly növekedési lehetőségek vannak, és a kormány mindent megtesz azért, hogy ezekkel élhessen is az ágazat, fejtette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Az építőipar teljesítményét elemezve a tárcavezető elmondta, ami a lakásépítéseket illeti, az első háromnegyed év adatai alapján már látszik, hogy 14%-kal több új lakás épült, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a kiadott lakásépítési engedélyek és bejelentések együttes száma már 2,5-szerese annak, amit a 2015-ös év azonos időszakában tapasztalhattunk. Az ágazatot bénító lánctartozások mértéke a három évvel ezelőtti 400 milliárd forintos szintről mára a felére csökkentek. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, friss híreinkért keressék fel a 60online.hu-t. További szép estét és bosszúságoktól mentes holnapot kívánok mindannyiuknak, stábunk nevében is a viszontlátásra. Kettől ismét nagyon hideg napok elé nézünk. Reggelre helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet, és napközben is télies hőmérsékleteket mérhetünk. Szerdán országszerte borongós idő várható, mínusz 2 és 3 fokra melegszik a levegő. Csütörtökön napközben a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre van kilátás, csapadék nem lesz, a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 1 és 4 fok között alakul.